Móricz Zsigmond Gentrivilágot idéző darabjában Balázs a nyírségi birtokos nem veti meg a három napig tartó mulatságot, szereti a vidámságot és a cigányzenét. Felesége Póli számára azonban sáskajárás minden mulatság. Innen a bonyodalom. Körmeci Petronella társulatigazgató, aki maga is játszik az előadásban, így utólag még jobb választásnak tartotta, hogy műsorra tűzte a darabot. Történt egy véletlen beszélgetés László Sándorral, aki úgy futtában megemlítette ezt a darabot, és én azonnal lecsaptam rá. Ugyan magam nem láttam a 42 évvel ezelőtti bemutatót, de a hírét hallottam, mi több szerintem még ma is elég híres az az előadás. Ma már ritkaság, hogy színpadon is láthat a közönség zenészeket, egész társulatos koreográfiákat. Dedovic Tomi Dina, aki Pólikát játszotta, azt mondta, a korabeli ruhák is segítették őt, hogy ne 21. századiasan játszon. Hú, ezek a ruhák nagyon komplikáltak is, elég nehezek is, és nagyon sok rétegük van, és nagyon szépek mellesleg. És nagyon sok mindenről árulkodnak. Felfedezhetőek benne bizonyos minták, motívumok alapján, hogy kik tartoznak össze, kinek a személyisége, hogy bújik meg benne. Nagyon jó ki vannak találva. Király Gábor rendszeresen követi a társulat előadásait, Kiskunhalasról érkezett. Nem is tudom, hogy mikor láttam ilyen jó darabot. Nem az a fontos, hogy hatalmas, hogy mondani való legyen a darabnak, hanem hogy nagyon jól játszanak, és itt zseniálisan volt összerakva a tánc, a zene, a szerepek, a színészek nagyon jól játszottak. És tényleg az, hogy egy nagy létszámú darab volt, nem 2-3-4 személyes, az különösen nagyon tetszett. Móricz Zsigmond Léha világot idéző könnyed komédiáját László Sándor rendezte.